Megyünk szépen sorba, kevésbé illatos fajtáktól megyünk az erőteljesebb fajták felé. Két olasz rizlinggel kezdünk, utána lesz négy rajnai, két sárban és három güvénk van a végén. Novák István szomelié bonyolította le a borkóstolást a La Maréda étterem külön termében. Idén is kiváló borokat neveztek be a pincészetek a versenyre. 11 bor érkezett be, mindegyik fehér bor. 2 olasz rizling, 4 rajnai rizling, 2 sárdoni, illetve 3 küvét kaptunk a borászoktól idén. Nagyon kemény lesz a verseny, eléggé kiegyensúlyozott a mezőny. Én úgy gondolom, hogy nem lesz egyszerű dolga a zsűrinek, hogy idén kikapja ezt a megtisztelő címet. Dr. Fekete Dávid alpolgármester is tagja a zsűrinek, a Győrváros bora cím egyfajta rangot és elismerést jelent a környékbeli termelőknek. Én azt hiszem, hogy mindig ez a borkóstoló az egyik legfontosabb része a borfesztiválnak, hiszen ebben a körben választjuk ki azt, hogy melyik borászatnak melyik tétele legyen a városbora a következő esztendőben. Most már hosszú-hosszú ideje minden esztendőben választunk városborát. És azt kell erről a borról tudni, hogy a pannonhalmi borvidékről kerül ki, tehát van egy kiváló és nagyon jó minőséget képviselő borvidék itt Győrváros közelében, mi erre nagyon büszkék vagyunk, és minden évben innen választjuk ki Győrváros aktuális évi borát, és azt is tudni kell még, hogy ilyenkor az önkormányzat vállalja azt, hogy a következő egy esztendőben a reprezentatív ajándékok között tulajdonképpen ezzel a borral kedveskedik a vendégeknek. Ez fontos tudni ahhoz, hogy egy nagyon jó minőséget kell ilyenkor képviselni az adott ételnek. Figyeljük azt is, hogy lehetőleg ez a minőség ez időtálló legyen, tehát ha éppen jövő év májusában még például egy repi csomagba bekerül ez a bor, akkor ugyanazt a minőséget tudja hozni. Szabó Jenőnek már több évtizedes hobbija a borászat. Most már én 30 éve borászkodom. 0,35 hektáron van olasz rizlingem. Olasz rizling a márka, azt mondta apukám, és ezért is ültettem olasz rizlinget, meg is kedveltem, tehát az a kedvelt borfajtán. Az önkormányzati képviselő szerint szinte hibátlanok az idei évre benevezett borok. Eddig is, elmúlt években is nagyon jó borokat tudtunk kóstolni, ízlelni. Most ebben a kis rövid időszakban is nagyon jó, zamatos, nagyon jó minőségű borokat kaptunk. Remélem a hátralévő minták is ilyenek lesznek, és egy jó emlékkel megyünk haza majd megint. A város és a fesztiválbort pénteken este hirdetik ki a győri bornapokon, így a győztes nedüket a hétvégén a borkedvelők meg is kóstolhatják.